a vendégünk, budapesti mozgásszervi magárendelőből. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Meséljen nekünk ennek a betegségnek, ennek a helyzetnek, nem is tudom, hogy kell ezt nevezni, kialakulásáról. Mi okozza? A sztrókot? Hát nagyon sok minden okozhatja, elsősorban a magas vérnyomás. Uh-huh. Úgyhogy ezt mindenképpen kezelni kell. És azt mi okozza? A magas vérnyomás. Sajnos orvos nem vagyok, úgyhogy ezt inkább egy neurológustól kéne megkérdezni, hogy a magas vérnyomásnak mik a pontos okai. Én inkább pszichológus vagyok. Uh-huh. Szóval a magas vérnyomás, sajnos a dohányzás is. Ugye szűkíti az ereket, úgyhogy uh-huh. az... különböző szívbetegségek is okozhatnak, ugye vérrögképződést, cukorbetegség, érszűkület, szóval ezek mind azok ugye a betegségek. Ez a harmadik helyen áll a leggyakoribb halálozás Magyarországon, azért ez nem egy jó szám. Sajnos én érintve vagyok, nekem édesapám sztrókot kapott, nem is élte túl. De több több fajtája van. Van súlyosabb, kevésbé súlyosabb. Ugye nyilván nagyon fontos az, hogy mikor észlelik. Tehát, hogyha rögtön el tudják kapni, akkor nagyobb esély van ebből a gyógyulásból. Mégis, ami utána következik, azt gondolom, hogy ez az igazán a maga szakterülete. Hogy ebből fölépülni, amikor a beszéd, a mozgás nem úgy megy, de a gondolataink a helyén vannak, a gondolataink egy egészséges emberé, és mégse tudunk úgy megnyilvánulni, úgy irányítani az agyunkat, a testünket, ahogy ezt mondjuk megszoktuk előtte. Igen, hát ez ugye a rehabilitációnak a feladata, hogy ezeket a tüneteket, ezeket megpróbáljuk valahogy mérsékelni. Igen, tehát mozgáskárosodás nagyon gyakran előfordul, ugye féloldali bénulás, vagy féloldali gyengeség. Ezzel gyógytornász foglalkozik, illetve a finom kézmozgásokkal az úgynevezett ergoterápia foglalkozik. Ez egy viszonylag új, de nagyon jó szakma. Mármint, hogy nagyon nagy szükség van a betegeknek erre, mert a finom mozgásaikat azért nagyon kell használnunk ugye a hétköznapi életben is. Hogyha beszédzavar van, azzal a logopédus foglalkozik, hát én pedig az egyéb értelmi mentális problémákkal, úgy mint figyelemzavar, észlelési problémák, gondolkodási problémák, memória problémák, azok nagyon gyakran előfordulnak. És hát vannak nagyon-nagyon speciális tünetek, attól függően, hogy az agy mely része károsodik, bizony a viselkedés szabályzás is károsodhat. Ami azt jelenti, hogy nem tud a környezetének megfelelően alkalmazkodni viselkedésében az illető, nem tudja megtervezni például a viselkedését, nem tudja megfelelően kivitelezni, például perszeverál, állandóan ugyanazt csinálja, amikor már abba kéne, hogy hagyja, és a kontrollfunkcióknak is vannak zavarai, amikor nem kontrollálja le a viselkedését, hanem impulzívan reagál a különböző ingerekre, éppen ahogy jön, és ettől egy kicsit ilyen gyermekeggé is válhat a viselkedés, úgyhogy ez egy nagyon bonyolult és speciális témakör. Bocsánat, nyilvánvalóan ebből azonnal következik, hogy az illetőnek is egy komoly stressz, de a környezetének is. Ez így. Hogy lehet ezt kezelni? Például kell-e önhöz járnia azoknak, akik mondjuk szorosan együtt élnek egy ilyen pacienssel? Hát igen, nagyon gyakran a hozzátartozott, és egyrészt fel kell világosítani, hogy mi van. Ugye, mert hogy egy csomó tünetet nem tud megfelelően a helyére tenni. Másrészt pedig ugye ez a betegség azért nagyon gyakran okoz post-stroke depressziót is, tehát stroke utáni depressziót is, tehát nagyon különböző hangulatzavarok is előfordulhatnak. Előfordulhat agitáltság is például. Ez lehet agysérülés miatt is, lehet a stressz miatt is, ugye, vagy a krízis miatt is, amiért éri ezeket az embereket, és lehet egy ilyen teljesen apatikus, magába zárkozott viselkedés is, és bizony a családtagokat is fel kell készíteni erre, hogy megfelelőképpen tudják kezelni ezt a helyzetet, helyére tudják tenni, hogy mondjuk a perszeveráció, hogy állandóan ugyanazt csinálja, az nem azt jelenti, hogy makacs az illető, vagy nem akar együttműködni, hanem ez az agysérülésének az egyik tünete. Ugye hát itt mindig a legnagyobb kérdés az, hogy van-e teljes gyógyulás egy stroke után.
mi, nem tudom, hát százalékba lebontva, mi mondjon egy jó statisztikát, hogy van remény, mert ugye sokszor tapasztaljuk meg a környezetünkből, aki átesett ezen, hogy van visszaesés. És talán pont, amit ön is említett, a depresszió, hogy megy, halad egy úton, de nincs olyan jelentőségteljes változás. Tehát valamit várunk, és talán a türelmetlenség az, ami itt a legnagyobb rizikófaktor, hogy türelmetlenek vagyunk magunkkal, mert azért ez nem megy hónapról hónapra, ezek évek. Hát valamikor hónapok, igen. De valamikor évek, igen. Tehát, hogy évek múltán is lehet nyilván még gyógyulás, tehát olyan nincs, hogy puffit lezáródik, aztán vége az egésznek, pláne pszichológiai szempontból. Igen. Na most ugye gyakran azért az történik, hogy nincs a teljes gyógyuláson mit értünk, ugye, hogy teljesen olyan lesz, mint régen. Uh-huh. Na most már csak a trauma miatt sem lesz azért teljesen olyan, mint régen, de hogy nagyon sokszor azt kell segíteni az illetőnél, hogy ezt a traumát fel tudja dolgozni, és egy gyász folyamaton végig menjen, és valahogy az életébe tudja integrálni ezt a hát tényleg hatalmas trauma azért, ami történik az emberrel. Ez földolgozandó, mint valamiféle, nem tudom, gyász? Vagy igen, mert hogy mindenképpen veszteséggel számolunk. Uh-huh. Tehát vagy mozgásveszteséggel, vagy valamilyen memóriaveszteséggel például. Tehát nyilván segítünk addig, ameddig lehet, meg megpróbáljuk helyreállítani, illetve nem csak helyreállítani, hanem úgynevezett kompenzációs stratégiákat tanítunk az illetővel. Ami azt jelenti például, hogy ha sérült az emlékezete, akkor egyrészt meg kell ismernie, hogy hogyan sérült az emlékezete, másrészt pedig meg kell tanulnia ugye különböző stratégiákat használni, például, hogyha a verbális emlékezete sérült, akkor mondjuk képzeleti stratégiákat lehet használni, vagy naptárat használni, tehát különböző külső segédeszközöket is. És ugye amikor már úgy látszik, és ez gyakran évek, amint mondta is, amikor már látszik, hogy ebből olyan nagyon nagy változás már nem lesz, tehát ezzel együtt kell élnie, akkor bizony egy gyász folyamaton végig kell menni. Hát mindenképpen nehéz, sok türelmet igénylő folyamat ez. És beszélni kell róla, azt gondolom, hogy nagyon fontos miatt a nagyon rossz statisztika miatt, hogy a harmadik leggyakoribb haláleset Magyarországon. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Én is köszönöm. Beszélni.